Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Én szeretném bemutatni a résztvevőket, de előtte hadd mondjak egy bevezetőt. Mégpedig arról, hogy tulajdonképpen a záró eseménye a szlovák díszvendégségnek, és nem tudom, mennyire realizálták azt, hogy ezt egy civil egyesület, a Bázis Egyesület szervezte, le a kalappal előttük, mert én azt gondolom, hogy állami szervezésben sem láttunk még ennyire pörgős, 29 könyvet felvonultató, kultúrát, sokféle dolgot bemutató, több napos programot, úgyhogy én elsősorban köszönöm nekik, hogy létrejött ez a szlovák díszvendégség. Én nagyon sokat tanultam ebből. A civilség nagyon szorosan kapcsolódik az ukrajnai eseményekhez, mert hiszen azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon is a civilek vitték, és viszik a hátukon az ukrajnai menekültek segítését. Így módon a témánk kapcsolódik ehhez a szlovák díszvendégséghez. Bemutatnám a résztvevőket, akiknek szintén óriási szerepük van abban, hogy a könyv létrejött. Szerzőnk Tomás Forró, aki... Én nagyon örülök, hogy eljött, mert ez nem volt biztos, hogy itt lehet. Ő újságíró, méghozzá krízis újságíró, és valószínűleg az egyetlen, aki évekig járt arra a területre, amelyről ír. Nem csak erre a területre, hanem Dél-Kelet-Ázsiával, illetve Dél-Amerikával is foglalkozott. Másik oldalon mellettem ül Rácz András történész, Oroszország szakértő, aki három egyetemhez is kötődött, most már csak kettőhöz, a Közszolgálati Egyetemhez már nem kötődik, és a Pécsi és a Pázmány Péter Tudomány Egyetemekhez is kötődik, és nem csak sok egyetemhez, hanem sok tudományos területhez is kötődik, mert foglalkozik geopolitikával, hadtudománnyal és történész. Mészáros Tünde műfordító, aki Pozsonyban és utána Prágában végzett egyetemen hungarológiát, szabadúszó műfordító, aki szlovák és magyar kiadóknak is dolgozik, hozzátenném elég nagy mennyiségben. Úgyhogy neki, és a Bázis Egyesületnek a tagja. És bemutatom Lenkát is, aki szorgalmasan tolmácsol vagy fordít most a szerzőnek. Mondhatni kollégánk, én magam Hetényi Zsuzsa vagyok, az ELTE professzora, műfordító, meg írok is, meg foglalkozom olyanokkal, hogy alaposan elolvasok könyveket, például ezt. Én úgy képzelem a beszélgetést, hogy bele is fogok vágni abba, amit mondanak esetleg kérdésekkel a résztvevők, ezért előre is elnézést kérek. Én elsőképp a szerzőt kérdezném. A krízis újságíró fogalmával hát kezdünk megismerkedni. A könyve alapján, mert hogy először látom egyébként, a könyve alapján egy olyan ember arca rajzolódott ki előttem, aki sokat tud a politikáról, a történelem kevésbé érdekli, és ezt azért mondom, mert ebben a könyvben nem történelmi visszatekintések vannak, amelyekből olyan sokat olvasunk mostanában. Nagyon jól átlátja a nemzeti-nemzetiségi kapcsolódásokat, a posztszovjet térségnek a jelenségeit. Azon kívül valamilyen módon pszichológus is, mert megnyeri az embereket, kinyílnak neki. Figyelmet fordít a nők sorsára, a gyerekek sorsára. Én azt szeretném kérdezni tőle, hogy melyik ezek közül a vonások közül az egyéniségében, amik krízis újságíróvá tették? A tudós, a magánember,
a nyomozó... Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ja si myslím, že som mňa spravilo krízové reportéra skôr láska k cestovaniu. Ja som sa k tomu dostal tak, že som vlastne so svojou priateľkou pred asi 20 rokmi cestoval okolo sveta. A tie miesta, ktoré som navštivoval, to bolo na jednej strane krásne, ale keď som sa vrátil domov, tak som si uvedomil, že to bola vlastne taká jedna veľká prázdnota. Chodiť od atrakcie ku atrakcii a pozerať vlastne sa každý na niečo iné. A preto som sa rozhodol, že sa na tie miesta vrátim ešte raz, ale začnem sa na ne pozerať inými očami, hľadať tam príbehy, hľadať tam témy a nájsť v tých miestach hĺbku. Hovorím najmä o Južnej Amerike a Juhovýchodnej Ázii. Válságtudósítóvá szerintem az utazás iránti szeretetem által váltam, ugyanis 20 évvel ezelőtt az akkori barátnőm vagy a barátnőmmel egy világkori utazáson voltunk, azok a helyek, amelyeket meglátogatnunk, nagyon tetszettek, de amikor hazaértünk, egyfajta ürességet éreztünk, mert végigjártuk a látványosságokat azokon a helyeken, de elhatároztam, hogy vissza akarok térni külföldre, és más szemmel megnézni azokat a helyeket, történeteket és témákat akartam keresni, és ez vonatkozik a dél-amerikai térségre és a Kelet-Ázsiára is. A ja som k tým vlastnostiam, o ktorých ste hovorili, som potom už prichádzal postupne, lebo som pochopil, že ak mám niekomu vysvetliť nejaký problém, nejakú tému, stretnúť sa s niekým a ja ho musím pochopiť. A úplný príklad podám, keď som v 2015 roku našiel masového vraha, takého slovenského zločinca, ktorý utiekol do Belize. A urobil som o tom rozhovor, to bol prvý rozhovor, prvý človek zo Slovenska, ktorý sa s ním rozprával. Potom sa ma ľudia pýtali, ako si mu vôbec mohol podať ruku, takémuto človeku, ktorý zavraždil ženu s dieťaťom napríklad. A ja to otázky dodnes nerozumiem, lebo ak ja chcem rozpovedať jeho príbeh, ja ho v prvom rade musím porozumieť. A keď okamžite ku nemu, od začiatku budem k nemu pristupovať ako k zločincovi, ten človek sa so mnou nebude chcieť rozprávať. To nie je moja úloha hodnotiť, súdiť ľudí, to musí urobiť čitateľ. Nie, mojou úlohou je povedať im ten príbeh. És a vonások, amiket említettél, azokat az idő múltával szereztem meg, mert amikor találkozok valakivel, akkor nem lehet bennem semmilyen előítélet. 2015-ben én voltam az, aki felfedezett egy szlovákiai tömeggyilkost, aki Belizén élt, és ugye ő megölte a feleségét és a gyerekét, és sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan tudtam kezet adni egy ilyen embernek, de én rájöttem, hogy nem ítélkezhetem az emberek fölött, én próbálom őket megérteni. És az, hogy a véleményt nyilvánítsanak például erről az emberről is, azt már az olvasóra hagyom, én csak az olvasó elé tárom a tényeket. Megerősíthetem, hogy ez így történik a könyvben, mert ez egy letehetetlen könyv. Én kevés olyan dolgot tudok mostanában olvasni, ami nem a szakmám, de nem tudtam abba adni, és vártam, hogy újra elkezdjem. Tele van személyes sorsokkal, és ezekre építi fel a sok-sok megfigyelésre a nem olyan sok következtetését a szerző, de azok egy ilyen rejtett láncolatban, az olvasónak, mint egy nyomozónak össze kell állítani, és az egy rejtett láncolatban állnak össze. Hadd olvassak fel egy részletet, mert én sok bemutatónak voltam részese a másik oldalon, amikor ott ültem hallgatóként, és mindig a szöveget hiányolom, vagy gyakran hiányolom. Egy napon két autó áll meg a templom udvarán. Fegyveresek szállnak ki belőle, és védvonalba fejlődve megindulnak az épület felé. Átkutatják a templomot, az irodákat, meg mindenkit, aki ott tartózkodik, és bár nem találnak senkit, magukkal viszik az egyik lelkészt, Alexeit, aki több órát töltött a hírhedt pincében, ahol a foglyokat tartották, és nem túl jó körülmények között. Biztos volt benne, hogy ütött az utolsó órája. 7 órán át ült a pricsén, imádkozott, halkan énekelt, amikor egyszer csak odalépett hozzá az egyik őr, és ráterítette a kabátját. Anyja, nagyanyja is a megszállt templomba jár, mondta. Bocsásson meg, atyám, nem tudok ez ellen tenni semmit.
Alexeit este engedték ki a zárkából. A börtön előtt Szlovjánszk újsütetű orosz barát polgármestere várta, és közölte, hogy az egész csupán fatális tévedés volt. Ez a templom humanitárius segítséget nyújtott huzamosan a városnak. Alexej visszament a templomba, ahonnan időközben kitakarodtak a katonák. Később megtudta, hogy az őr, aki a hideg cellában odaadta neki a kabátját, elesett a városért vívott harcokban. Azért választottam ezt a részletet, mert ez egy olyan történet, ahol ami igen nem fekete-fehér értékítéletünk egyszerűen nem tud mit kezdeni, mert állandóan mind a két oldalra helyezkedve kell gondolkodnia, hogy mit is gondol. Rácz Andrástól kérdezném meg, nagyon gyakran előfordul a politikai hírekben az a kifejezés, hogy hibrid háború. Ha megengedi egy pillanatra, még mondanék egy nagyon fontos dolgot. Ez a könyv 2019-ben íródott, és ez a kérdésemhez is kapcsolódik. Tehát a szerzőt nem befolyásolták azok az események, amelyek azóta sajnos bekövetkeztek, tehát se az ukrajnai háború, se a két nappal ezelőtti annektálás, ami szinte napról napra változnak az események, amelyek hatnak arra, hogy hogy beszélünk mindenre. Tehát mi az, hogy hibrid háború, és utána lesz még egy kérdésem a könyvről. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Igyekszem lassan beszélni, mert ugye a tolmács munkáját az ember igyekszik segíteni azzal, hogy lassan beszél. A hibrid háború, ez egy 2014-ben a köztudatba bekerült fogalom. Korábban azt a fajta hadviselést jelentette 2014 előtt, amiben keveredik a hagyományos hadviselés, amit katonák vívnak, a terrorista eszközök, a szervezett bűnözői eszközök, valamint állami szereplők és nem állami szereplők részvétele. Ez egy nagyon kevesek által ismert, alapvetően hadtudományi fogalom volt. Tehát katonai főiskolákon, katonai egyetemeken tanítottunk ilyesmit, hogy létezik ez, de a köztudatba igazából ekkor még nem került be. A változást 2014 hozta, először a Krím orosz elfoglalása, aztán pedig, ami Kelet-Ukrajnában történt. És a hibrid háborúnak a korábbi jelentés tartalma kiegészült azzal is, hogy a hibrid háború az egy olyan háború, amit alapvetően egy állami szereplő vív, nem államinak látszó szereplők felhasználásával. Kelet-Ukrajnában is ez van. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt ez a fajta szeparatizmus, amit ott 2014 óta látunk, és csak úgy magától robbant volna ki. Nagyon pontosan tudjuk, hogy ami Kelet-Ukrajnában történt és történik, azt kezdettől fogva Oroszország teszi lehetővé, működteti és tartja fenn. Tehát ez az egész nem létezne, ez az egész földi pokol, amit Tomás dokumentált, ez az egész nem létezne, ha Oroszország nem akarná, hogy létezzen. És a hibrid háború itt abban nyilvánul meg, hogy egészen idén februárig, 2014 tavaszától 2022 februárjáig, 8 éven át, Oroszország hivatalosan nem volt része a konfliktusnak. Oroszország 8 éven át úgy kommunikált, hogy ez egy Krasdanszkaja vajna, ez egy civil háború Ukrajnában, a kelet-ukrajnai szeparatisták harcolnak a kijevi fasiszta kormány ellen, és Oroszország egy kívülálló szereplő. Pedig tényleg a legelejétől, T0 időpillanattól kezdve ott voltak mögötte, csinálják, fenntartják, működtetik. Tehát számokat tudunk. Tudjuk azt, hogy Oroszország a mostani háború előtt évi nagyjából 2 milliárd dollárt költött arra, hogy ezt a káoszt fenntartsa Kelet-Ukrajnában. Ez nem olyan sok. Ez az orosz költségvetésbe bőven belefért. És ezzel a nem olyan magas befektetéssel
Oroszország 8 éven keresztül el tudta azt érni, hogy Ukrajna folyamatosan vérzik, Ukrajna területet veszít, Ukrajna kénytelen a költségvetése 6%-át költeni a háborúra, az sok azért. Tehát az Egyesült Államok katonai kiadása 4,5%. És Oroszország mindvégig úgy tett idén februárig, hogy nem része a konfliktusnak. Hát a háborút lezárni hivatott minszki fegyverszüneti megállapodásoknak Oroszország aláíró részes fele. Miközben az orosz csapatok harcoltak ott Kelet-Ukrajnában, és tényleg, hogyha elolvassátok a Tomás könyvét, akkor látni fogjátok, hogy elég markáns a különbség van, amikor orosz csapatok vannak ott, meg amikor helyi szeparatisták. Tehát ez a hibriditás, ez idén februárig így működött. És idén februártól kezdve ennek a hibriditásnak vége, ez mostantól orosz szempontból különleges katonai művelet volt tegnap előttig, és tegnap előttől kezdve pedig teljes, nagy léptékű all-out háború. Nem csak Ukrajna, de most már a nyugat ellen is. Úgyhogy ez a hibrid fogalom is változik. Magyar szempontból, meg azt hiszem, hogy ukrán szempontból is az a rossz hír, hogy elfelé megyünk ettől a hibriditástól egy valódi nagy háború felé. Köszönöm szépen. A következő kérdésemhez megint pár sort felolvasnék. A fiú 14 éves, a cipője nedves, Kalasnyikovjában már csak pár történy maradt. Egy rommálőtt épületben rejtőzködik, gépkarabélyok és aknavetők fűsiketítő zaja mellett. Mamuka 8. hónapja van a fronton. Nemrégiben még egy általános iskola tanulója volt Tbilisziben, és a katonai támaszponton, ahol az apja szolgált, titokban cigarettázott a többi tiszt fiával. Mamuka sorsáról nagyon sok mindent megtudunk elszórva ebből a könyvből. A kérdésem az lenne, nekem a könyv egyik újdonsága volt, lehet, hogy azért, mert nem képeztem eléggé ezen a téren magam korábban, de megkérdezném, hogy valóban egy újdonsága-e, hogy beágyazta az ukrajnai eseményeket a posztszovjet térség többi háborújába. Hogyha erről szólna néhány szó. Igen, abszolút. És pont ezért nagyon erős kezdése ez a könyvnek. Mert a Donbaszról szól, de egy 20 évvel korábbi háborúval kezdődik. Ez a Mamuka, teljes nevén Mamuka Mamulasvili, egy akkor 14 éves grúz kiskölyök. Most éppen ő az Ukrajnában az orosz erők ellen harcoló grúz légió parancsnoka. Még mindig él, még mindig harcol. Tehát ezért döbbenetes egyébként olvasni ezt a könyvet, mert az ember a saját katonai hírcsatornáin, amit lát a grúz légió tevékenysége, na ez a Mamuka ott van a könyvben 20 évvel korábban. Tehát nem egy vidám olvasmány, de borzasztó fontos. És ez a háború, ami most zajlik, professzor asszony kérdésére válaszolva, ez azt hiszem a posztszovjet térség háborúinak az abszolút kulminációja vagy csúcspontja. Itt minden összeér, amit az elmúlt 20 vagy 30 évben láttunk. És egyben a legnagyobb háború is. Tehát azért a nagyságrendeket, hogy a helyén tudjuk kezelni, készültem pár számadattal. Ugye az ukrajnai konfliktusban eddig a civil áldozatok száma legalább 300 ezer. Ez egy, már hogy most februártól kezdve. Tehát ez a 300 ezer, ez több, mint a posztszovjet térség összes eddigi háborúja összesen. Ez nagyobb, mint a Csecsen 1, Csecsen 2, Grúz 1, Grúz 2, Karabach, minden együtt. És ennek még nincs vége. A résztvevő erők nagyságát tekintve, ekkora háború Európában a II. Világháború óta nem volt. A jugoszláv háború a töredéke ennek a résztvevő erők számát tekintve, pláne, hogy ennek még ugye nincs vége. És olyan értelemben is csúcspont, vagy kulminációs pont ez a háború, hogy korábban is létezett az önkéntesek jelensége. Orosz oldalon is mindig voltak önkéntesek,
És nem minden önkéntes fedett KGB tiszt, nem erről van szó. Tényleg létezett az önkéntesség jelensége. 2014-ben oroszok 10 000-ei mentek tényleg önként a Donbaszba, mert azt hitték, hogy fasiszták ellen kell harcolni. Mert elhitték a propagandát, hogy ott már pedig fasiszták ellen kell harcolni. A moldovai polgárháborúban is voltak önkéntesek. Grúziában is voltak önkéntesek. És nem csak orosz oldalon vannak önkéntesek, de az oroszokkal szemben is. Ez a Mamuka Mamulasvili, ő végigharcolta az összes háborút, ahol Oroszország ellen lehetett harcolni. Csecsenek, például az ukrajnai front, mindkét oldalán vannak. Orosz oldalon ott vannak Ramzan Kadirov csecsengárdistái, ugye formálisan az orosz nemzeti gárda, a Rosgvardia része, de ukrán oldalon is vannak csecsen önkéntesek, akik az első és a második csecsen háború után menekültek el nyugatra, és 14 óta harcolnak Ukrajna oldalán, mert úgy érzik, hogy ők csecsenföldért is harcolnak. Vagy azért az eszméért, vagy azért, ami csecsenföld lehetett volna, ha a csecsen háborúk másképp alakulnak. Minden összeér. Grúz önkéntesek, csecsen önkéntesek, azeriek vannak ott, örmények vannak ott. Hát a 14-es ukrajnai forradalom legelső halottja. Egy januárban a barikádokon nagyon lőtt fiú, ő egy örmény srác volt. Tehát örmény ukrán. Tehát gyakorlatilag az egész posztszovjet térség jelen van ebben a háborúban, és még egy szempont, aztán befejezem. Valószínűleg ez a háború egyébként eldönti a Putyin rendszer sorsát is. Ilyen értelemben is kulminációs pont. Ez a legnagyobb, és valószínűleg a legfontosabb is. És ilyen értelemben nem csak Ukrajna számára fontos. Ez az oroszok számára is fontosabb, mint eddig bármi. Tehát ez Oroszország egészének sorsát befolyásolja, pláne most a mozgósítással. Tehát ugye gondoljunk bele, nagyjából 1 millió főt terveznek mozgósítani, ennek az 1 millió embernek hány családtagja van? Meg barátai, meg szomszédai, meg szerettei. Ilyet az orosz társadalom sem élt át. Ilyen még a csecsen háború alatt sem volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg abszolút egyetértek, ez a háború itt mindennek a csúcspontja, és hát majd meglátjuk, hogy merre megy. Egyáltalán nem akartam, hogy rövidebb legyen, mert tátott szájjal figyeltem a nagyon szomorú elemzést. A szerzőt kérdezném a most, hogy ugye itt egy nagy eseménysor van, amelyet megnyitott Vladimir Sorokin, orosz írónak az itt léte, és vele történt egy beszélgetés. Én magán beszélgetésben a következőt mondta nekem, hogy az ukránok európaiak, az oroszok viszont genetikusan agresszívak. Azt szeretném megkérdezni a szerzőtől, hogy mit gondol erről a kijelentésről, illetve hozzátenném, hogy lássuk jól, hogy ez egy 2019-es könyv, ugye ezt már elmondtam, és vajon mit ér ez a szerző, aki most szembesül azzal, hogy mi lett abból, amit ő megírt? Tehát tulajdonképpen a kérdésem úgy hangzik, hogy mit gondol, hogyan változtak az ukránok, most nem az ukrajnaiakra gondolok, ahol sok nemzet van képviselve, kifejezetten az ukránok, és hogyan változtak az oroszok azóta? Ukrajinci sa zmenili. Oni na toto boli trošku už pripravení, pretože oni žili v tej takej príprave a hrozbe veľkého masívneho konfliktu, aký teraz zažívame. Oni v ňom žili 8 rokov. Takže to sa, povedal by som, že splnili sa ich nočné mory. To niečo, čo si čomu ani sami akby nahlas nechceli veriť, ale cítili, že toto sa môže stať. A stalo sa to a v tomto zmysle povedal by som, že Ukrajinci najmä ešte viac prebudili. Je také porekadlo, že to, čo najviac daroval Putin Ukrajincom, je, že pochopili, že sú naozaj Ukrajincami. Že tvárou v tvár tej celej hrozbe od roku 2014 a teraz od februára
sa obyvateľia Ukrajiny si naozaj uvedomili, kým sú a najmä kým nie sú. A toto sa práve stalo kvôli Putinovi, pretože pred 2014 rokom mnoho Ukrajincov, keby ste sa ich pýtali, kto ste, a ja to aj tam sa rozprávam s ľuďmi v knihe, tak mi nevedia odpovedať. Alebo povedia, ja som z Donecka, ja som z Luhanska. Ľudia na západnej Ukrajine vedia, že sú Ukrajincami, ale ľudia na východe často, oni sami o sebe nehovorili, že sú Ukrajinci. A dnes na Ukrajine každý má úplne jasno v tom, že je Ukrajinec. A majú veľmi jasno aj v tom, že nie sú, že nechcú mať nič spoločné s Ruskom. Azt kellene, hogy mondjam, hogy az ukránok szerintem valahol fel voltak készülve erre a hatalmas konfliktusra, erre a masszív konfliktusra, és folyamatos fenyegetésben éltek 8 évig, és azt lehetne mondani, hogy az ukránok legsötétebb rémálmai valóra váltak, és lehet, hogy ők sem akarták elhinni, hogy az megtörténhet, de valóban megtörtént. Ukrajnában van egy mondás, hogy a legnagyobb ajándék Putyintól az, hogy az ukránok rájöttek, hogy valójában kik ők. Ugyanis 2014-ben és főleg februárban idén az ukránok tudatosították saját magukban azt, hogy kik ők, de leginkább azt, hogy kik nem ők. És ez pedig Putyin által volt lehetséges, ugyanis 2014 előtt, hogy amikor az ukránokat megkérdeztük volna, hogy ők kiknek tartják magukat, és ezt egyébként a könyvben is leírom, akkor a nagy részük azt mondtam volna, hogy hát én Donetskből származom, vagy Luhanskban élek, és csak a Nyugat-Ukrajnában élők jelentették volna ki, hogy hát én ukrán vagyok. De most már mindenki, aki Ukrajnában él, büszkén azt mondja, hogy igen, én ukrán vagyok, és nem akarják, hogy legyen valamilyen közük Oroszországhoz. Pokiaľ ide o Rusov, ja by som s touto predstavou, o ktorej ste hovorili, nesúhlasil, že Rusi, alebo kdokoľvek, že má niečo v DNA, že to je geneticky daná nejaká agresivita. To je presne pohľad na človeka, ktorý vedol ku fašizmu. To sú fašizujúce prúdy, ktoré predpokladajú nejakým spôsobom nejaké inherentné vlastnosti, ktoré máme vrodené, dobro, zlo, nadradenosť, agresivitu. Ja si myslím, že takéto veci jednak nemajú nejaký základ vo vede, ale najmä tým pádom ako keby hneď predpokladáme, že to nie je možné zmeniť. Áno, je tu istý problém v identite Rusov, v spôsobe, akým oni vnímajú samých seba a hlavne okolitý svet, ale to je čosi, čo sa postupne dá zmeniť. To je katarzia, ktorou prešlo Nemecko po druhej svetovej vojne, a je to presne proces, ktorým bude musieť prejsť Rusko, ktorým budú musieť prejsť Rusi. Bude to veľmi dlhý proces a veľmi bolestivý, pretože on sa ešte ani nezačal. Na rozdiel od Nemecka, Nemci to museli si uvedomiť, čo vlastne spôsobili, pretože ich krajina bola dobitá. Ale Rusko zrejme nikto nebude dobývať, čiže oni nebudú v takejto existenčnej situácii, ale pokiaľ sa Rusko rozpadne, alebo pokiaľ sa tam stane naozaj nejaká občianska vojna, tak oni si jednoducho týmto procesom bolestivým budú musieť prejsť a budú nútení sa pozrieť aj na minulosť toho, čím boli a prehodnotiť svoj spôsob interakcie s okolitým svetom ako národ, ako zmysel svojej identity. Ami pedig az oroszokat illeti, én itt nem értenik egyet azzal, hogy az agresszivitás genetikailag már bennük van, ugyanis az azt jelenteni, hogy az embereket úgy nézzük, hogy ez eleve így van adva, és itt egyfajta fasizmus elemeit vélek felfedezni, és azt az elméletet, hogy vannak bizonyos emberi tulajdonságok, amelyek mindenkiben ott vannak, meg vannak örökölve, hogy valaki jó vagy rossz alapvetően, vagy van benne egyfajta felsőbbrendűség, és ez nincs tudományilag is alátámasztva, viszont szeretnék rámutatni egy olyan dologra, hogy persze az oroszok identitásában van egyfajta probléma, és az pedig az, hogy saját magukat hogyan látják, és hogyan látják a világot körülöttük, és ők is bizonyára ezzel szembesülni fognak. Hasonló helyzetben volt Németország a II. Világháború után, amikor végbe ment egy folyamat, amikor a gondolkodásukat meg kellett változtatni. Azonban ez a folyamat, ez nagyon hosszú volt, nagyon fájdalmas, és az oroszokra is ez vár, de ott még ez nem kezdődött el. Németországot persze meghódították, elveszítette a háborút, de azt nem tudjuk, hogy Oroszországgal mi fog történni. Hogy szét fog esni?
kitör egy civil háború az országban, de ez a folyamat az mindenképpen rájuk vár, és az lesz a következménye, hogy szembe kell nézniük azzal, hogy kik voltak, és át kell gondolniuk a létezésüket ezen a világon, mint nemzetként. Köszönöm szépen. Lehet, hogy előbb is idézhettem volna, de az ajánlást most mondanám el, kinek ajánlja Tomás Forró a könyvét. Az anyáknak, akik a gyilkosokat és azok áldozatait nevelték a front mindkét oldalán. Van a könyvben egy fejezet, amely kifejezetten a nőkről és az ukrajnai családokról szól, mégpedig egy pszichológus szakvéleményével alátámasztva, hogy az ukrán férfiak hogyan képzelik el a saját szerepüket a családban, és milyennek a következménye. Ez a pszichológus ukrán férfiakról beszél. Én azt kérdezném meg Tomás Forrótól, hogy mit gondol ennek a soha felnőni nem akaró, a feleségét tradicionális szerepekbe szívesen látó és második anyaként kezelő felfogás. Ez csak az ukrán férfiakra jellemző? To sú samozrejme stereotypy a ja to tam aj niekoľkokrát hovorím, že to nemôžeme generalizovať na celú spoločnosť. Tieto isté vzorce správania, ktoré prijímajú muži a ženy, ale ono naozaj to vidieť aj na samotnej Ukrajine, keď idete zo západu na východ, že tieto vzorce jednak matrimoniálne a jednak sexuálneho alebo partnerského správania mužov a žien, že sú naozaj dosť odlišné, aj napríklad je oveľa väčší počet samotných matiek na východe, kde muži jednoducho necítia takú zodpovednosť alebo tak silne za svoje deti, ako je to napríklad na západnej Ukrajine, kde je silnejší grekokatolizmus a celkovo náboženstvo. Jasné, že tieto vzorce existujú aj inde. Môžeme to vidieť aj na Slovensku, určite v Maďarsku, v Rusku, veľmi podobné veci. Ale ja som sa trošku bál tejto témy, aby mi neprischla taká prezývka, že vlastne podporujem nejaké stereotypy. Ale to bolo také markantné, keď som pracoval na Donbase a som si v nejakom momente uvedomil, že ja naozaj väčšinou pracujem so ženami. To boli často tí najzodpovednejší ľudia, tí, ktorí mi mali chuť pomôcť a vedeli pomôcť. Takže ja som preto túto svoju skúsenosť otvoril ako tému. A ja som tam našiel tento silný príbeh práve preto, že vlastne jednou z hlavných hrdiniek je žena, ktorá vychováva štyroch chlapcov. Jej manžel je presne takým typom, bol, dneska už asi nežije, bol presne takýmto typom muža, ktorý vlastne nikdy nedospel, nikdy nepochopil svoju zodpovednosť a svoju úlohu v partnerstve. Takže preto som vlastne z tej skúsenosti som prišiel na to, že to je vlastne čosi, čo možno vypovedá aj trošku oveľa hlbšie ako len vojna, ako len politické témy, ale že toto je čosi, čo už prechádza naozaj do základných tkaní v spoločnosti. Hát nagyon, tehát sztereotípiákról beszélnénk, és nem lehet ugye általánosítani, viszont vannak bizonyos viselkedési minták a könyvben is, amik a nőkre vagy a férfiakra illenek, de Ukrajnában a társadalom, ahogy nyugatról keletre haladunk, akkor észrevehetőek a különbségek, az, hogy a matriarchalitás mennyire benne van, vagy a szexuális viselkedés, az teljesen más ugye az ország két végén. És az, hogy keleten nagyon sok egyedülálló nő van, és a férfiak valahogy nem érzik a felelősségüket, ez nagyon feltűnő, és az egyház hatása sem olyan erős keleten, de gondolom, hogy ilyen hasonló helyzetben egyedülálló anyák vannak Szlovákiában, Magyarországon, esetleg Oroszországban is, és hogy nem akartam, hogy az emberek úgy rögzítsék be a személyemet, mint aki támogatja a sztereotípiákat, és amikor Donbaszban dolgoztam, főleg nőkkel találkoztam, és ők voltak azok, akik a legtöbbször tudtak segíteni, és nagyon felelősségteljesek voltak, és érezték a felelősségüket, és azért gondoltam, hogy ezt az egész témát, ezt így megnyitom a könyvben is, és a könyvben is az egyik főszereplő az egy nő, aki négy fiút nevelt fel,
és a férje, aki már most valószínűleg nem él, a férje ő soha nem nőtt fel, és soha nem érte azt a felelősségét, és azt a szerepet sem tudta átérezni, hogy a házasságban ő hogyan viselkedjen, miként álljon hozzá a családjához. És ezt a tapasztalatot, amit én láttam és átéltem, ez szerintem valami sokkal mélyebb, mint simán a háborúról szóló, vagy a politikáról szóló tapasztalatot, és a társadalmat is jobban tudjuk szemléltetni ezáltal. A to bolo pre mňa šokujúcejšie vlastne, keď som... Bocsánat, csak annyi egyet mondanék. Én nagyon örülök, hogy ezt hangsúlyozta, hogy a Kelet-Ukrajna és Nyugat-Ukrajna mennyiben különbözik, és hogy ez a könyv a kelet-ukrajnai részről szól. Ja som vlastne, keď som tú knihu napísal, ja som neviem, asi 200 alebo 300 respondentov, takže ja som im potom tú knihu ukazoval, alebo tie časti. A pamätám si jedna pani, ktorá bola tiež mojou respondentkou, ona si prečítala túto časť a ja som jej spýtal, že ako to cítiš, že či to napríklad neuráža vašu dôstojnosť, že takto hovorím o mužoch a ženách na východnej Ukrajine. Ona mi povedala, že ja keď som si toto prečítala, tak ja som úplne zdúpnela, lebo ja som o tom nikdy takto nerozmýšľal, ale keď som si to prečítal, tak som pochopila, že ty hovoríš aj o mojom vlastnom živote. A potom mi povedala, že vlastne ju tiež opustil manžel, už si tam šiel ďalšiu ženu niekde, odišiel do Ruska. A vlastne takýmto akoby ešte spätným krížovým spôsobom dodnes, keď sa o tom rozprávam s Ukrajinkami, keď to takto tematizujem, tak jednak zistujem, že oni toto vôbec takto nikdy akoby o tom nerozmýšľali a jednak, že celý čas sa to potvrdzuje, že tento, aj keď je to stereotyp, ale že tento model je tam veľmi živý. Amikor a könyvet írtam, volt én 200-300 ember, akiket rákérdeztem bizonyos részekre, hogy sérti az elveiket, vagy valami sértőt írtam róluk, és volt egy nő, aki azt mondta, és ő pont Kelet-Ukrajnában él, hogy amikor olvasta azt a bizonyos róla is szóló fejezetet, akkor teljesen megrémült, és ráeszmélt, hogy mintha az ő életét írtam volna le, mert neki is volt egy férje, aki új családot alapított, új felesége lett, és elköltözött Oroszországba, és ez nagyon erősen van az ottani társadalomban, hogy az ukrán nők ezekről a dolgokról nem így gondolkodnak, de lehet, hogy az idővel, vagy hogy minél több időt töltünk ott, akkor ráeszmélünk, hogy ez csak igazolja azt a sztereotípiát. Hát a pályaudvari sorsokban én is találkoztam ezeknek a elképesztő férfi-női kapcsolatoknak a felelőtlenségével, főleg férfi részről természetesen. Rácz Andrásnak föltenik még egy kérdés, egy részletet olvasok, mert erre vonatkozik a kérdésem. Egy Szergej nevű bányatulajdonosról van szó, aki egyáltalán nem szegény. Semmit sem akar tudni a politikáról, de az valahogy mégis megtalálta. 2018 márciusában egy Kurcsenko nevű donyecki üzletember ellenőrzése alá kerül az Oroszországba vezető egyetlen vasútvonal, így Szergej és sorstársai nem tudják többé kijuttatni az illegális árut. Persze Szergej nem ma jött le a falvédőről, tudja jól, hogy Kurcsenko nem a saját szakállára cselekszik, hanem csupán meghosszabbított karja a nemzet atyának, Alekszandr Zaharcsenkónak és mindenható pénzügyminiszterének, Alekszandr Timofejevnek. Néhány bevétel nélküli hetet követően a csempészek feladják a játszmát. Nincs más választásuk, egyezkedni kell. Tetszik, nem tetszik, Kurcsenko üzleti partnerükké válik. Mostantól fogva 300 rubelt fizetnek neki minden egyes tonna export szénér. A vasút pedig egyszerűen ismét működik, Szergej újra eljárhat nyaralni a Krímbe, meg Európába. Ki tudja, talán még egy negyedik kocsira is összekuporgatja a pénzt. Ugye világos ebből milyen a könyv hangvétele. Nagyon olvasmányos az egész. És akkor itt szépen levezet, hogy a spekulánsoknak van ennél egy felsőbb rétege is. Őket viszont már nem csempészeknek nevezik, hanem az ország vezetőinek. Nekem nagy meglepetés volt, hogy ez a Donyecki és Luhanszki két, 19 előtt vagyunk, két úgynevezett köztársaság között is vámokat szedtek, tehát minden olyan lépcsőt beépítettek, ahol valakik élősködhettek a szállításon, vagy bármin. Azt szeretném kérdezni, hogy
ugye, tehát van, volt Ukrajna, van Oroszország, és közötti ezek a területek, hogy ezeknek a 14 és 22 közötti életéről azért nagyon sokat megtudtunk itt, amiről nem tudtunk. Mi az, amit ebből kiemelne? Köszönöm. Ugye ezek a területek 2014 nyara óta, ősze óta teljes orosz ellenőrzés alatt vannak. Ez nem azonnal épült ki. Tehát a háború legelején, 14 tavaszán, nyarán elég nagy káosz volt Donyeckben is, de Luhanszkban főképp. Tehát ez a Donyecki népköztársaságnak nevezett kvázi állam, ez még úgy nagyjából létezett, tehát produkált valamiféle államszerű működést, de Luhanszkban az első hónapokban szó szerint hadurak uralkodtak. Tehát tényleg ott kozák atamántól kezdve effektív elmebetegig voltak mindenféle hadurak. Volt ilyen, Igor Bezlernek hívták, ugye aki tud oroszul, az tudja, hogy a Bez az a démont jelenti. Ez a Bezler, ez tényleg egy őrült volt, tehát a saját emberei rettegtek tőle. Az első hónapokban elképesztő káosz uralkodott, ami egyébként Moszkvát is zavarta. De van ez a jó kis kínai közmondás, hogy az ég magas, a császár messze van, és ott helyben megtörténik, ami történik. Hát ez a Kremllel is így van. Tehát volt a központi moszkvai szándék, valamit a rosztovi katonai parancsnokság, aki ugye a katonai aspektusért volt felelős, valamit ő akart, és aztán helyben ez vagy megvalósult, vagy nem, és ott a helyi hadulak érdekei határozták meg sok szempontból, mi történik. Most ez az egészen elképesztő, kaotikus állapot, ez Oroszországnak sem volt jó. Úgyhogy 2015-től kezdve elkezdték centralizálni a szeparatista területek működését. A hadurak közül három maradt életben. Az egyik Igor Girkin, aki ugye GRU tisztként kezdte a karrierjét, és a kezdeti szeparatizmus egyik atya volt katonai értelemben is. Girkin ügyesen, okosan időben hazament. Szintén életben maradt Nikolaj Kozicin, kozák atamán, akinek a Doni kozák testvérén megsukták, hogy lejárt az ideje, haza kellene menni. Kozicin pedig öreg volt és tapasztalt, hallgatott a tanácsra, úgyhogy békés öregkor fog megélni. És ezen kívül életben maradt még egy. Az összes többi meghalt. Vagy helyi bandaháborúkban haltak meg, vagy orosz különleges erők végeztek velük, vagy ukrán különleges erők, mert ilyen is volt. Tehát az oroszok hajlamosak voltak alábecsülni azt, hogy az ukrán különleges erők mire képesek. Ezek nagyon jó képzett, nagyon jó felszerelt, nagyon profi szolgálatok. Volt olyan hadúr, akivel az ukránok végeztek. Mindegy. A történet vége az lett, hogy 2015-től kezdve Oroszország elkezdte centralizálni ezeknek a területeknek a működését. Gazdasági értelemben is, politikai értelemben is, katonai értelemben is. Ez a konkrét történet, amikor megjelenik egy új szereplő, aki ugye kulcsfontosságú erőforrást ellenőriz, ugye a vasutat. Ez klasszikusan az a helyzet, ez egy ilyen centralizációs intézkedés. Nem lehet utána menni minden egyes kis helyi export-import szakembernek, ugye hogy a csempészt valahogy nevezzük, hanem beiktatunk egy olyan szereplőt, akit nem lehet megkerülni. Valakinek odaadjuk a vasutat, és akkor onnantól rajta keresztül ezek a kis helyi szereplők is kénytelenek a szabályok szerint játszani, mert ugye nincs másik vasút. Rengeteg ilyen szintű apró helyi centralizálás ment, néha erőszakosan, néha kevésbé erőszakosan, de ténylegesen, tehát ahova ki akarom ezt futtatni, ez a fajta háború, ez a fajta hibrid hadviselés, ez a fajta nem is létező államiság, hiszen hivatalosan ugye sem a Donyecki népköztársaság, sem a Luhanszki népköztársaság nem létezik. Ez a fajta nem létező államiság, ilyen jogi értelemben ez ilyen fekete lyuk. Nincs működő jogrendszer, nincsenek működő bíróságok, még az orosz jogrendszer se érvényes. Tehát az ökőjog van, meg a korrupció mindenféle formái. Én valójában nem tudok rendesen oroszul, professzor asszony tud rendesen oroszul,
Én 9 szót tudok a korrupcióra, aki nálam rendesebben tud, az valószínűleg többet. Tehát ahova ki akarom futtatni? Iszonyatos nagy üzlet. Elképesztően nagy üzlet. Tehát azért ezeknek a szeparatistáknak van egy saját államuk. Bányával, acélművekkel, még mindig néhány milliónyi megsarcolható lakossággal, Oroszországból rendszeresen jövő segélyszállítmányokkal. Ez is nagy sztori egyébként. A donyecki szeparatisták rendszeresen azt jelentették Moszkvának, hogy sokkal több ember van Donyeckben, mint amennyi tényleg volt. Miért? Mert akkor Moszkva sokkal több emberre küld segélyszállítmányt, és ezt el lehet lopni. Iszonyatosan sok pénz mozgott és mozog itt a mai napig. Az orosz centralizálás szándékát nem csak a politikai kontroll szándéka mozgatta, hanem az is, hogy ezt a pénzt tudják irányítani. Ezért is érdemes elolvasni a könyvet, egészen új dolgokat tudunk meg a korrupcióról, tehát ez még magyarként is új, tehát hogy lehet ebben tanulni. Csak azt szerettem volna közbevetni, hogy ezeknek a sok-sok oroszoknak, akik állítólag ott vannak, ezeknek a 100%-a orosz, és 98%-uk elszakadásra szavazott, ugye, bár hát, ezt az alapoldatot, ja, ezt ne felejtsük el hozzá. Ja, van ez a jó kis sztálini mondás, hogy igen. Nem az számít, hogy ki hova szavaz, hanem hogy ki számolja. Ugye ez oroszul szóvic. Igen, hát volt egy ilyen Ukrajnában született orosz író, hogy Nikolaj Gogolnak hívták, aki a holt lelkeket megírta. Tulajdonképpen ugyanez folyik, hogy nem létező embereket számolnak össze. Végezetül, és utána megadnám majd az utolsó szójogát, hogyha szeretnének még mondani a többiek valamit. Én a fordítót kérdezném. Talán a felolvasásból is kiderült, hogy ebben a könyvben elképesztően sokféle hangnem, stílus, lexika van, tehát itt beszélnek nagyon egyszerű emberek, beszélnek hát hadatjárt, erős zsargont használó emberek, vannak történelemzések, frontelemzések, nem tudom, gépfegyvernevek, rengeteg földrajzi és személynév. Kicsit gondoljanak bele, hogy miket olvasnak az újságban, hogy gondoljanak bele, hogy milyen nehéz eldönteni az átírás problémáját. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan élte meg ezt a stilisztikai szaunát, hogy hol fönt, hol lent, hidegbe, melegbe, és fordítva, és lefordítva. Hát nekem a stílussal nem igazán volt problémám, tehát az egy bizonyos fordítói rutinnal az megoldható, de ezen kívül minden más probléma volt, amit felsoroltál. Viszont kaptam elég sok segítséget. Tehát általában is azt szoktam mondani, nagyon a hasamra csapva, hogy a műfordításaimban ott a szövegnek a lefordítása és tisztába tevése, tehát maga a szöveg létrejötte, az ugye kétharmada a munkának, és minimum egyharmada a kutatás. Na most ebben az esetben itt körülbelül 50-50%-ot mondanék, hogy mennyi időt töltöttem a... Nem fogom megismételni az összes általad felsorolt dologgal, hogy utána nézzek és utána keressek. Kértem segítséget, szakmai csoportunkban is van, szakmai Facebookos csoportunk, itt is vannak tagok, onnan ezúton is köszönöm nekik. És van egy másik csoport is, ezt azért mondom, mert ez nem szakmai csoport, hanem ez egy ilyen úgy hívják, hogy szlovák-magyar szótár csoport, és ide bárki beléphet. Ebbe a szótárcsoportba, és nagyon sokan vannak ott a rengetegféle területről. Tehát van ott a vasesztergályostól kezdve a nem tudom, mezőgazdasági gépekkel kereskedő emberig, a könyvelőik, minden, egyszerűen minden. És ez egy nagyon-nagyon hasznos forrás, ugyanis a fordítók nem értenek mindenhez, bár ugye szeretik azt hinni néha az emberek, hogy igen, de nem értünk mindenhez. Viszont ezekben az emberekben annyi különféle tudás van, amit én orvos szintén kihasználtam néha, és például ott kaptam nagyon sok segítséget a fegyvernevekhez. Viszont meg kell mondanom, hogy nekem számomra nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy ezt Rácz András, mint szakértő átnézte utána, és nem engedte, hogy marhaságok maradjanak benne. Ja by som sa chcel opýtať Tunde, že ako sa ti prekladali tie koncové poznámky, lebo ja som im venoval veľmi veľa pozornosti, ich tam asi 300, ale keď som sa na konci pozrel, to je, že v slovenčine, polštine, ruštine, angličtine, tak som si na to pozrel, povedal, toto bude naozaj prekladateľové pekličko. Én Tündétől azt szeretném megkérdezni, hogy a könyv végén vannak jegyzetek, hogy ezekkel hogy boldogult a fordításukkal? Hát könyvvégi jegyzetekkel
Egyszerűen kihagytam őket, és rábíztam a férjemre, aki szintén műfordító, ott áll Böszörményi Péternek hívják, és a könyvvégi jegyzeteket, mivel az igazából nem a türelmemről vagyok híres, tehát ő viszont mindig kész arra, hogy engem ilyen hangya munkával kisegítsen, úgyhogy ezt ezúton is köszönöm neki. A kérdésem tulajdonképpen arra is vonatkozott, hogy, és utána jön az utolsó szavak, hogy manapság annak vagyunk tanúi, hogy az egykor általunk oroszul ismert helységneveket most ukrán formában használjuk. Ez egy komoly nyelvészeti probléma, hogy melyeket írjuk át, vagy melyeket fogunk átfogalmazni, és melyeket nem. És hát én ugyan irodalmár vagyok, de a nyelvészeti ág nélkül az irodalmár se boldogul. És szeretném elhinteni azt a dolgot, hogy a Kijev az egy kivétel, mert annak Kijevnek kéne maradnia. Ugyanis amikor a Kijev nevet magyarul már átvettük, akkor még se ukránok, se oroszok nem léteztek, csak Kijev városa létezett. És ennek a háborúnak a nyelvészeti vonzata az lett, hogy Kijev, mint városnév, most egy úgynevezett, ne ijedjenek meg, exoníma lett. Tehát képzeljük el, hogy egy háború megváltoztatja a nyelvészetet, azért ez nem semmi. Az exoníma azt jelenti, hogy van a magyar nyelvnek egy olyan szava rá, amit megszokott, történelmileg használ, és ezért más. Ugye nálunk más a Bécs, más a Krakkó, több háromféle exoníma létezik, ezzel most nem fogom önöket fárasztani. Lényeg az, hogy a Harkiv az Harkiv, és az összes többi is így fogjuk használni. De mivel ez a könyv 2019-es, ne lepődjenek meg, hogyha orosz átírással vannak ezek a kelet-ukrajnai területek. Mi az, amit még elmondanának a... Ja by som k tejto téme mohol dodať práve to, že vlastne to opäť sa ukazuje, že ako je jazyk zároveň vždy politickou záležitosťou, politickou témou. A práve pri Ukrajine napríklad je v Poľsku a na Ukrajine v Ukrajine bola veľmi silná téma, že či sa hovorí idem na Ukrajinu alebo idem do Ukrajiny. A toto akoby na prvý pohľad ide o nejaký konflikt alebo nejaký problém pre jazykovedcov. V skutočnosti to je naozaj veľmi silný, hlboký politická otázka, pretože ísť na Ukrajinu, to sa jednoducho zaužívalo od čias Sovietskeho zväzu, kedy akoby Ukrajina je bola nejaké také marginálne teritorium, idete tam na... A preto vlastne Ukrajinci žiadajú, aby sme hovorili, ideme do Ukrajiny, čiže ideme ako keby do toho štátu, takisto keď ideme do Čiech alebo do Polska. Ja neviem, či to dobre preložiť v maďarčine tento rozdiel, ale toto naozaj nie je jazykový problém, toto je politický problém. To je o tom, o spôsobe, akým vlastne to, ako sa vyjadrujeme, aké názvy, koncepty používame, tak to je spôsob, akým o tým myslíme. A toto je vlastne idea za týmto politickým alebo jazykovo-politickým sporom. A týchto je tu teraz veľmi veľa, aj presne nazývanie rôznych miest, či už po ukrajinsky alebo po rusky. Ja sám poznám veľmi veľa ľudí na Ukrajine, ktorí sú od narodenia ruskojazyční a oni vlastne sami som si všimol, že prestali hovoriť po rusky. A ja som sa pýtal, prečo. A tí ľudia mi hovoria, že oni prešli takým hlbokým psychickým otrasom po tom, čo sa stalo, že jednoducho odmietajú rozprávať jazykom okupanta. A to je, ako hovoria o svojej vlastnej rodnej reči. A naučili sa hovoriť po ukrajinsky vo veku 40-50 rokov života. Kicsit én is a nyelvészeti témába belevágnék, bár lehet, hogy kicsit bonyolultabb lesz, ugyanis a szlovák és a magyar nyelvészet, hogy vannak különbségek, de gyakori problémaként felmerült, és most én fordítok, mint tolmács, Ukrajnára menni, vagy Ukrajnába menni. És sokat vitatkoztak ezen, ugyanis Ukrajnára menni, ez a szlovák történelemben arra vonatkozott, még a Szovjetunió idejére, amikor Ukrajnát miért csak így kisebb területként, egy ilyen területként vették,
És nagyon sokat polemizáltunk, vagy kérdezték tőlem, hogy most akkor melyiket kell használni, de az, hogy Ukrajnába megyek, az inkább azt fejezi ki, hogy pont abba az államba, a már létező ukrán államba megyek. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a városi megnevezések, ez nem nyelvészet dolga, ez inkább politikai vonzata van az egész dolognak. És az, hogy hogyan fejezzük ki magunkat, milyen városneveket használunk, az azt tükrözi, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a problémákról, és ez egyfajta politikai eszme, vagy politikai hozzáállás is, azt, hogy oroszul vagy ukránul használjuk a városneveket. És én személyesen is ismerek embereket Ukrajnában, igen, akik orosz anyanyelvűek, de a konfliktus után már nem használják az orosz nyelvet. Azt mondták, hogy olyan mélyen megrendültek ennek következtében, a konfliktus következtében, hogy ők nem fogják a megszállónak a nyelvét használni, bár nekik ez az anyanyelvük, úgyhogy 40-50 évesen áttértek az ukrán nyelvre. Köszönöm szépen, nem fogunk többet késni a befejezéssel, mint amennyivel később adta át az előző csapat nekünk. Rácz András. Köszönöm. Egyetlen szintén nyelvi vagy nyelvészeti jellegű gondolat. Ugye az elemzőnek az a feladata, hogy mindkét vagy minden oldalt értsen és ismerjem. El kell tudni olvasni a hivatalos dokumentumokat, tudni kell interjúkat csinálni, minden ilyesmi. Én nagyjából 20 éve vagyok ezen a pályán. Az első ország, amivel komolyan foglalkoztam, az Moldova volt, mert 20 évvel ezelőtt ott még minden ment oroszul. Még oroszul voltak a hivatalos dokumentumok. De azóta én ezt a moldáv irányt elengedtem, mert nem sikerült megtanulnom románul, és emiatt aztán elkezdtek eltávolodni a valóságtól, hiszen nem tudom elolvasni a hivatalos szövegeket. Ukrajna kapcsán, ugye 14 óta már ukránul vannak a hivatalos dokumentumok, fokozatosan elkezdtek ukránul lenni, ugye a nyelvtörvény óta főleg, de eddig még, ha az ember szakmai interjúkat csinált, azt még lehetett oroszul. Én mindig úgy szoktam, hogy nagyon elegánsan elnézést kértem, hogy nem beszélek ukránul, megkérdeztem, hogy szabad-e oroszul, ezt értékelték a gesztust, és akkor onnantól lehetett oroszul. Ennek vége. Tehát itt nekem is, meg a kollégáimnak is akkor fogjuk jól csinálni, amit csinálunk, hogyha én olvasni tudtam ukránul. Mert lengyel volt az első szláv nyelvem, én szerelemből tanultam lengyelül, az a leghatékonyabb, ezt elárulom mindenkinek. De Ukrajnához nem volt ilyen kötődésem. Tehát, hogy most le kell ülni, és meg kell tanulni rendesen beszélni és ukránul, mert egyszerűen átvált az ország. Teljesen tudatosan átvált arra, hogy egy csomó ember nem lesz hajlandó már oroszul megszólalni. Persze, az ember nagyjából megérti, hogy miről van szó akkor is, ha ukránul nem tud, csak oroszul, meg lengyelül, de az én szakmámban a pontatlanság az egyszerűen nem fér bele. Tehát itt ez a nyelvi változás, ez ki fog hatni a mi szakmánkra is, és azt gondolom, hogy ez így normális, tehát le kell ülni, és meg kell tanulni ukránul, megremélem, hogy ezt más is meg fogja tenni. Köszönöm szépen. A beszélgetés lezárásául egy gondolatot én is megosztanék. Elkezdődött egy mozgalom, az oroszok elkezdtek belenyúlni az összes Wikipédia cikkbe, és átírni ezt az Ukrajnára, Ukrajnába, stb. Visszaírni arra, hogy Ukrajna csak egy határvidéke az oroszoknak. A mozgósítással párhuzamosan Oroszországon belül, tehát a belső ellenállásba pedig elindult egy nyelvészeti vagy egy nyelvi ellenállás, és elkezdtek Oroszországból, a saját országukról úgy beszélni, hogy Oroszországra és Oroszországon. Ebből így csináltak a saját országukból egy jelentéktelen határvidéket, miközben Ukrajnáról úgy beszélnek, mint egy független állammal. Ilyen eszközeik maradtak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, hogy velünk maradtak, és érdemes elolvasni a könyvet, okosabbak leszünk és szomorúbbak.